Köszöntöm a Kölcsé Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sziget-Szent Miklóson szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood. Megszerezte a profi középsúlyú magyar bajnökövet Nagy Lajos Márk. Nemzetközi atlétikai dobógálát rendeznek az NVSC pályán. A német válogatottnál dolgozik a korábbi nyíregyházi atlétaedző. Minden meccset megnyertek Kassán az NKS kosarasai. Hét hete is döntetlennel zárult Gyulaházán a rendhagyó futballmeccs. Elszenvedte a harmadik bajnoki vereségét a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese az NB2 hetedik fordulójában Sziget-Szent Miklóson kapott ki 2-1-re. Az első félidő az elfogadható volt a csapat részéről. Sajnos ugye egy figyelmetlenség után, amire egész héten készültünk a hazai csapatnak a pontrugásaira, kaptunk egy gólt, ami azért döntően rányomta a bélyegét arra a játékrészre. Az első fél időben többet birtokoltuk a labdát, szinte az egész fél idő az ellenfél térfelén zajlott, de a végjátékjaink azok sajnos pontatlanok maradtak. Az utolsó passzok vagy hosszúak voltak, vagy nem sikerültek, vagy olyan befejezést választottunk, amelyet a kapus állítani tudott. És hát jött a sok, megint csak egy pontrugás után a fél idő vége előtt egy jól eltalált lövéssel 25 méterről vezetést szerzett a hazai csapat. Próbáltuk rendezni a sorokat a félidőbe, de én úgy érzem, hogy a második félidőben, annak ellenére, hogy megbeszéltük az öltözőben, hogy mit kellene játszani ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fordítani, vagy egyáltalán pontot tudjunk szerezni, az nem valósult, meg nem sikerült. A csapat előtt az első félidői teljesítményt úgy gondolom, hogy meg lehet a kalapot emelni, hiszen oda tették magukat a srácok, a második játékrész az viszont már hiányérzetet okozott bennem is, meg a kollégáimban is. Ez volt a hetedik bajnoki mérkőzés, és talán a hetedik összeállításban lépett pályára a Kisvárda. Ez mekkora gondot okoz, hiszen nagyon sok új játékos érkezett a nyáron, és akkor el is hangzott, hogy idő kell ahhoz, míg mindenki beépül és megszokják egymást a futballisták. Igen, hát nyilván a legnagyobb problémánk az állandóságnak a hiánya. Ez ebből adódik, hogy van egy elvárás a klubvezetés részéről, méghozzá a fiatal szabály. Azt látni kell ebben a bajnokságban, és ez nem a fiatalok irányába lévő negatív kritika részemről, hogy azok a csapatok, ahol ők szerepelnek, azok a csapatok általában elveszítik a mérkőzéseket. Ez betudható annak is, hogy a rutintalanabbak, nem vették még fel a másodosztálynak azt a ritmusát, azt a habitusát, ami kell ahhoz, hogy a csapat nyerni tudjon. Azok a csapatok, amelyek az bajnokság elején kijelentették, hogy szerepeltetni fogják a fiatalokat is, most már elhagyják sajnos ezeket a játékosokat. A bajnokság első harmadában, vagy az első három fordulóban még 8-9-10 csapat is szerepeltetett fiatalt. A mostani fordulóban velünk együtt már csak 4. Tehát ez látszik azon, hogy valóban döntően tudják esetlegesen befolyásolni a mérkőzésnek a végkimenetelét. És hát ebből adódóan az állandóság hiánya. Ha megnézzük azokat a csapatokat, hogy a Gyirmót, a Mezőkövesd, a Szolnok, egy Budaörs, vagy akár az Ajka, vagy a Csákvár, jelentős részben ugyanabban az összeállításban tud pályára lépni. Nálunk még a hét forduló alatt egyetlen egyszer sem sikerült a csapatot ugyanúgy a pályára küldeni, ahogy azt esetleg én szerettem volna. Gyakorlatilag az őszi idény felénét járunk. Lehet-e már valamilyen mérleget vonni? Vannak-e olyan meglepetések, amelyekre esetleg nem számítottak a szezon kezdés előtt? Hát az látszik, hogy rendkívül kiegyenlített a bajnokság, tehát bárki megverhet bárkit, bárki kikaphat bárkitől, apró nüanszok döntenek, az is látszik, hogy nagyon-nagyon nehéz gólt szerezni, hiszen ugye nekünk is egy 5 meccses veretlenségi sorozatunk volt, illetve kapott gól nélküli sorozatot hozott a csapat, tehát a mi védekezésünk is rendben van. Én úgy gondolom, hogy a csapattá válás az nálunk természetesen ebből a változékonyság miatti problémából hiányzik, és ezt nem is lesz könnyű megoldani, hiszen amíg a fiataloknak játszani kell, addig nem tudjuk azt az állandóságot a pályán megteremteni, ami szükséges ahhoz, hogy a csapat minél előbb csapat legyen. Hétvégén az újabb bajnoki meccsen a bajnokság meglepetés csapata szintén újonc Budaörs érkezik Kisvárdára. Ellenük milyen játék, milyen taktika lehet üdvözítő? Hát mindenféleképpen hazai pályán csak a győzelem, ez mindig is minden fórumon elhangzik, minden mérkőzést szeretnénk megnyerni.
de nem egyszerű, nem lesz egyszerű egy Budaörs ellen sem játszani, hiszen nyilván be fognak állni a kapu előterében, nyilván lassítani akarják a játékot, elkerülni azt, hogy gólt kapjanak, hiszen az a csapat, amelyik gólt kap, kiebb kell tolni a védekezését, onnantól kezdve több zítszer vagy gólszerzési lehetőség adódik egy csapat előtt. Én nagyon bízom benne, hogy fel fogjuk törni az ő védekezésüket, és fogunk tudni gólt szerezni. Megszerezte a profi magyar középsúlyú bajnoki övet Nagy Lajos Márk. Az NVSC Big Boxing versenyzője a Szentesi Gálán 10 menetes mérkőzésen egyhangú pontozással verte Micskó Sándort. Ez a mérkőzés már lassan 2 éve húzódott. 2-szer elmaradt egy sérülés, egy betegség miatt. Ugye a legutóbb akkor decemberben idéglenes magyar bajnoki címet szerzett meg Márk, és most úgy néz ki, hogy sikerült tető alá hozni mindenki. Mindenkit elkerült a betegség, sérülés. A felkészülésünk az úgy nézett ki, hogy nagyon jól sikerült, de lényegében az összecsapáson viszont teljesen másképp alakult ki. Már egy picit belassult, nehézkessé vált. Így ennek köszönhetően, illetve ennek okán nagyon nehéz mérkőzés volt, küzdelmes 10 menet, ahol igazán a boxtudás kerekedett, domborodott ki, és ezzel tudott nyerni Márk. Tehát lényegében egyhangú pontozás volt minden bírónál, ő nyert, de ez, hogyha tényleg jó állapotban van, mint ahogy volt az utóbbi címmeccseken, akkor idő előtt be tudta volna fejezni. Nyerőnök bizonyult a 21, hiszen 21. profi meccselen megszerezted a felnőtt magyar bajnoki címet. Édesapád egyben edző szerint nem úgy alakult a mérkőzés, hogy az a felkészülés után várni lehetett. Te hogyan érezted a ringben? Én is ugyanígy éreztem. Sajnos nem tudtam megcsinálni azokat a dolgokat, amit elterveztünk a meccs előtt. Nagyon nehéz meccsre sikeredett, köszönhetően annak is, hogy én megnehezítettem saját magamnak a mérkőzést, hiszen sokszor letapadtam lábon, magamra engedtem az ellenfelet, és így sokat kaptam fölöslegesen. De a lényeg, hogy sikerült megszerezni a címet. Ez volt a 21. győzelme Márknak, merre vezethet tovább az útja? Most igazán erről különösebben nem tudok nyilatkozni, nagyon friss még az élmény, egyenlőre még átgondoljuk, még megpróbáljuk megfejteni az okát, hogy miért is került olyan letargikus állapotba a mérkőzésre. Aztán hát van több lehetőség, címvédés, magyar bajnoki címvédés, illetve gondolkodunk továbbiakban is nemzetközi, a WBO vonalon, akár egy WBO Europe cím mérkőzésen. Beszéljünk az amatőrökről, ugye itt az ősz, és ez az az időszak, amikor az országos bajnokságok sorra követik egymást. Milyen megméretetésekre készültök? A héten csütörtökön már serdülő OB lesz, oda utaznak a fiúk, illetve hát oda Márk, mint utánpótlás edző utazik 2 versenyzővel. Azután junior OB, női OB, ifi OB, felnőtt OB. A junioron valószínűleg nem veszünk részt, mert egyenlőre úgy néz ki, hogy abba hagyta a junior versenyzőnk a sportolást. A női OB-n viszont rekord létszámmal, ha minden jól sikerül, akkor egy olyan 12 fővel fogunk részt venni. Szinte országos szinten is kiemelkedő lesz ez a létszám. A régi álmom, hogy egy jó női bázisunk legyen, az úgy néz ki, hogy lassan kezd kialakulni. Aztán az ifi OB-n leszünk még a fiúknál érdekeltek, ott viszont bajnoki címért utazunk, Kovács Rihárd révén. Esetleges nemzetközi verseny még az ősz folyamán? Igen, a múlt héten Kovács Rihárd Brandenburgba szerepelt, ahol 2 nyert meccsel bronzérmes lett. Nagyon jól bunyózott a szakfelügyelő elmondása szerint. Neki lesz még egy OB, aztán lesz Európa-bajnokság. Szombaton 6. alkalommal rendezik meg az NVSC Tiszavasvári úti pályáján a Nyírség Kupa nemzetközi dobóversenyt. A szervezők közel 200 résztvevőre számítanak. Népszerűsíthetjük az atlétikát Nyíregyházán, és nem csak nyíregyházi versenyzőkkel, az ország más részeiről is ideutazó versenyzőkkel, valamint külföldi versenyzőkkel egyaránt. És hát a legfiatalabbakat, akik kikerülnek a dobópályára, megismertessük azokkal a nagy versenyzőkkel, akik idézőjelbe tett nagy versenyzőkkel, akik ide utaznak. És hát remélhetőleg, hogy azok az eredmények, amit produkálnak majd, illetve azok az élversenyzők, akik ide eljönnek, azok példaképek lesznek a fiataloknak, és hát ezzel hozzásegítik a nyíregyházi dobóatlétikát, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több gyerek legyen a pályán.
mennyire nehéz megszervezni így a szezon végén egy ilyen versenyt? Azt mondom, hogy annyira nem, tehát túlságosan nem nehéz, hiszen egy olyan versenyről van szó, ami már 6. alkalommal kerül megrendezésre, és ez a verseny nem egy hagyományos bajnokságnak megrendezett verseny, hanem inkább ilyen családias hangulatú, ahol viszont nem kizárt a jó eredménynek a teljesítése is, hiszen a Magyar Atlétikai Szövetség versenynaptárában hivatalosan szerepel, és idény végén elképzelhető, hogy sokkal felszabadultabban versenyeznek a versenyzők, és remélhetőleg nagy eredményeket is tudnak majd produkálni. A diszkoszvetésig érkezik a legnívósabb versenyszámnak, milyen viadalra számíthatnak azok, akik kilátogatnak majd az NVSC pályára? Mi a férfi diszkoszvetésben vagyunk a legeredményesebbek, ezért szerettem volna ezt a legszínvonalasabbá tenni. Úgy tűnik az előzetes bejelentkezések alapján, hogy ez sikerülni is fog, hiszen a legnagyobb név az ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes Kőbágó Zoltán, aki 69 méteres egyéni csúccsal rendelkezik, illetve Varga Roland, aki 67 méter 36 centis egyéni csúccsal rendelkezik. Úgy gondolom, hogy köztük elég komoly párviadal alakul ki, de szeretném, hogyha mi versenyzőnk, Szikszai Robert is beleszólna ebbe a küzdelembe, aki 63-20-szal rendelkezik ugyan, de feltörekvő versenyző is nagyon jó állapotban van. Összesen hány versenyzőt vártok és hány érmet hoztatok ki? Hát az előzetes jelentkezések alapján egy olyan 150-200 versenyzőt várunk, és egy olyan 150 érmet fogunk kiosztani. Ez azért ilyen nagy az a szám, hiszen minden korosztálynak külön megrendezzük a versenyét, a veterántól a gyermekkorcsoporton keresztül, és ezért nagyon sok érmet fogunk kiosztani. Mikor kezdődik a verseny, és mikor kezdődik az utolsó szám? Maga a verseny 10 óra 30 perckor kezdődik, és az utolsó versenyszám 15 órakor, ekkor lesz a férfi diszkuszvetés, illetve Márton Anitának a sulliké és párhuzamosan, de ezt egyszerre megtekinthető, hiszen közel egymás mellett vannak, egy hosszú dobusz, a másik rövid, tehát figyelemmel lehet követni mind a kettőt egyszerre. 23 évet nehéz néhány mondatban összefoglalni, de azért próbáljuk meg, hogyan lett egy nyíregyházi atléta edzőből a német válogatott edzője. Kimentem 92-ben kicsit körülnézni, elképp pénzt keresni, dolgozgatni, mint a sport konjunktúra egy kicsit leszálló ágban volt, és ott vendéglátoztunk először, és utána hiányzott az atlétika pálya, kimentünk a pályára, ott örömmel fogadtak bennünket, feleségem még sportolgatott, ő volt ott hirtelen a legerősebb atléta, lány, az mondjuk jellemző színvonalat, hogy nem volt olyan nagy színvonalat, mert Bodétornál volt, Friedrichshafenben. És miután ott megindultak az eredmények felfelé, ajánlottak nekem egy főállást. Először ilyen adományokból szedték össze nekem a fizetésemet, és utána pedig az ottani fogaskerékgyár, amelyik az egyik legismertebb a világon, a Friedrichshafen fogaskerék, de ők látják el a világot a sebváltóhoz a fogaskerekekkel. Ő ajánlott egy összeget évente, ahol aztán tartottak engem 9 éven keresztül. 9 év után, 2001-ben kaptam egy ajánlatot Kornwestheimből, az a Salamandernek, a cipőgyárnak az egyesülete volt, amíg a Baden-Württemberg tartománynak a legerősebb atlétikai szakosztálya volt, és felkértek ott a vezetőedzői pozícióra, miután látták az eredményeket, hogy Friedrichshafenben, Bontónál eléggé jó megindult az atlétika. Ott voltam 3 évig, és akkor 3 év után megüresedett a tartományi ugró szakági állás, mivel az elődöm nyugdíjba ment, és ott mondták, hogy jelentkezzem, mert szükségük van rám. Akkor ott voltam egészen 2011-ig, 2011 után pedig a Német Atlétikai Szövetség kért fel arra, hogy vegyem át a hármasugrást, mert hármasugrásban nem volt még főállás edző előttem, hogy szeretnék felfedezteni, úgy, hogy Stuttgarti központ a magas meg a távugrást is kézbe venném. Hát voltak nyilván versenyzőim már ez alatt, tehát nem csak a Németországban koordinálni kellett, hanem ott helyben volt egy csoportom, akik elég erősek, tehát nemzeti szinten is már jól muzsikáltak. Ennek volt a végig is a megkoronázása az idei év, ahol az U23-ason már aranyérmet nyert a távugrássrácom, a lányom az pedig 6. lett egy 99-en magasugrásban Pekingben a világbajnokságon. A németek úgy tartják, hogy precízek, pontosak, mindenben a tökéletességre törekszenek, igaz ez az atlétikára is?
Igaz, igaz. Tehát a szervezettségben én azt hiszem, hogy a nagy előny, hogy eredményesek az, hogy minden perfekt megvan szervezve. Tehát nálunk megvannak a versenynaptár, megvan előre 2-3 évre, tehát tudjuk, hogy mire kell készülni, akkor mit tenni, hogyha olimpiai jár van, vagy év van, vagy pedig világbajnok, akkor a hotelek le vannak már foglalva 2 éve korábban. Most például voltunk edzőtáblában Pekingen, Jeju-ban, Koreában. Leküldték a magasó eszközöket, az erősítő eszközöket, tehát minden olyan körülményt biztosítottak, ami nem ott helyben kell improvizációval megoldani. Tehát ez egy nagy előnye a német szövetségnek, a német embernek, a német mentalitásnak. Mielőtt elmentél Németországba, Bakosi Bélának voltál az edzője, most pedig Petinek a felkészülését segíted alkalmanként. Jellemezd, légy szíves, az apát és a fiát. Béla egy nagyon céltudatos versenyző volt. Én hát őt, mint már kész versenyzőt kaptam Sigé Zoli kollégámtól, barátomtól. Tehát én gyakorlatilag a Bélával együtt tanultam az edző szakmát. Én gondolom ugyanannyit tanult ő tőle, mint én tőle. Tehát ez egy jó konstelláció volt. És hát ennek is volt a csúcspontja, hogy 1988-ban a Fredpás Ermin ezüstcsémet nyert új országos csúccsal. Mind a ketten motiváltak voltunk, és hát Bélát sose kellett hajtani. Ő mindig az volt, hogy fesd le az eget, akkor nem azt kérdezett, hogyan, hanem hogy milyen színre akarom. Tehát ez egy ilyen tulajdonságot. A Peti, én szerintem egy picit későbben érő típus, nem fizikásan gondolom, hanem inkább úgy mentalitásban. Most látom ebben az évben, hogy már a hozzáállása, a céltudatossága, a profi szemlélet az most már mutatja a szikráit, és úgy gondolom, hogy ha ezen az úton megy tovább, akkor lehet belőle egy nagyon eredményes versenyző. Mi is láthatjuk a televízión keresztül a pekingi világbajnokságot. Merre tart az atlétika? Lehet-e egyáltalán, vannak-e még olyan területek, amilyen tud fejlődni? Az atlétikán most az a jellemző, hogy egyre több országban oszlanak meg az érmek és a helyezések. Tehát nem olyan egyszerű, hogy vannak domináns országok, mint annak idején volt a Szovjetunió, később Oroszország, hanem az érmeket, hogyha nézzük, akkor sokkal több nemzet osztja el maguk között. Nagyon-nagyon nagy lett a konkurencia. Azon, hogy van egy-két él teljesítmény, a másikra, a 12. helyig szintén stabilizálódott a világ. Látszik egy-két versenyszámban, hogy a dopingellenőrzés beindult, és a sok náció ennek következtében vesztett a hegemóniájából, amit én csak üdvözlöm, mert ez fontos, hogy doping nélkül érjük az eredményeinket. Sose fogjuk tudni elérni, hogy teljesen dopingrendes atlétika legyen, de hogyha már kicsit több sanszot adunk a doping nélkül készülő versenyzőknek, azáltal, hogy az ellenőrzés az szigorúbb lesz és sokkal precízebb, akkor úgy gondolom, hogy fel tudunk fejlődni tiszta eszközök is arra szintre, amit dopinggal értek rá az elődeink. Mennyire kísérlet figyelemmel a magyar és azon belül a nyíregyházi atlétika eredményei, történéseit? A masz.hu az rendszeresen szerepel a listámon, tehát én figyelem a régi kollégákat, most egyre kevesebbet is, tehát hát azért 23 éves táblatban az jöttek új kollégák, és a régiekkel tartom is a kapcsolatot, és hát Bélával meg nyilván rendszeresen szinte hétre készen. Teljes sikerre zárult a nyíregyházi kosársúli kassai túrája. Az egyesülési erdülő csapatai az első 2 helyet szerezték meg egy 5 együttes felvonultató tornán, míg 2 kisebb korosztályos együttes is legyőzte hazai riválisát. A serdülők voltak azok, akik mind a 3 napon részt vettek ezen a tornán. Az előző évekhez képest kicsit gyengébb volt a mezőny, ami a serdülő átcsapatunk nem igazán volt szerencsés, hogy minden meccsüket ilyen 30-40-50 ponttal nyerték. Nem baj, tehát arra jó volt, hogy lássuk, hogy melyik szinten kell még fejlődni, mi az, amiben még nem vagyunk maradva, hol kell még javítanunk, hogy a bajnoki szezont elkezdjük, hogy akkor ezek a hibák azok már ne legyenek meg esetleg a mérkőzéseken. A serdülő B csapatunknak ez egy tökéletesen jó felkészülési torna volt, hogy ugye nekik azért kőkeményen kellett küzdeni, gyakoroltuk a védekezést, a támadást, tehát nekik volt is igazából jó ez a torna. Hát itt az A csapatunk megnyerte, a B csapatunk az második helyen végzett, hát a másik 3 csapatot megelőzvén. Másnap, nem is másnap, hanem vasárnapra kijöttek még a picik,
a gyerek és a tini korosztályunk. Ugye szeretük volna, hogy ők is itt mielőtt a bajnoki szezon elkezdődik, ők is játszanak mérkőzéseket, így őket is kivittük egy másik tornaterembe, ahol játszottunk. Megmondom őszintén, az is nagyon vicces volt, mert a két mérkőzésen kaptunk összesen 8 pontot. Tehát most ez vagy azt igazolja, hogy jól dolgozunk, vagy az, hogy azért a szlovák bajnokság ebben a korosztályban még azért nem olyan erős, mint amit ez a későbbiekben majd alakulni fog. Tehát ugye azt is kell tudni ezekről a szlovákokról, hogy ugye itt Kassán is 3 nagy egyesület van, ezzel a képzéssel foglalkozik. Ebből mi ugye 2-vel játszottunk, a harmadik, aki a legerősebb, ő egy másik tornán vett részt Szlovákiában, pedig az lehet mondani, hogy jó megnézni, hogyha az angyalokkal is játszunk, hogy ők milyen játék előtt képviselnek, de nem gond és nem probléma, tehát azt hiszem, hogy azért a gyerekek élvezték, jó volt, kirándultunk, megismerkedtünk Kassával, és minden más nevezetességével. Szerintem az azért, hogy ők jól érezték magukat. Ugye megnéztük, hogy az NB1-es csapatunk mire képes egy szlovákos állapda ellen. Ugye ez a csapat, aki ellen mi játszottunk, szintén a másodvonalban játszik, tehát nekik is van extra ligájuk, meg ők ilyen első ligának hívják ezt a bajnokságot. Körülbelül ugyanaz, mint nálunk, hogy az NB1-B-s bajnokság. Hát az igazság, hogy kemények voltak, agresszívak voltak, gyorsak voltak, de mi még gyorsabbak, még pontosabbak voltunk. Ugye ezt a mérkőzést ugye az itthonihoz hasonlóan megint nyertük egy ilyen 60 ponttal. Tehát én is igazából nagyon nehéz eldönteni, hogy valóban mi vagyunk ennyire nagyon gyorsak, lendületesek, vagy esetleg nem sikerült olyan kemény ellenfeleket találnunk itt a felkészülés során, ami valóban megállította volna a csapatot. Meglátjuk, tehát azon gondolkozunk, hogy azért lehet, hogy valami román ház csapatot meg kellene nézzünk, mert a felkészülés szempontjában még az esetek fontos lehetne. Jövő hétvégén kezdődik a bajnokság, akkor elképzelhető, hogy ezek szerint még egy meccset játszik a csapat. Így van, tehát itt a hétvégén haza kellene engedjem a lányokat, mert ugye utána olyan sorozat meccsek vannak, amikor nehéz lesz szabadságot adni nekik. Megpróbálok egy ilyen hétközi mérkőzést megállapodni, hát hogy a Szatmár Németi az fogadna bennünket. Ez még tárgyalás alatt van, remélhetőleg sikerül, és akkor úgy várunk neki a bajnokságnak, hogy mindenféle fajta erősségű csapattal tudtunk játszani. A kicsik számára mikor kezdődtek a bajnokságok? A kisebbek azok majd október 10-én és 17-én kezdődik a bajnokság, hogy előbb kezdik a serdülők, utána kezdődik a kenguru, gyerek és a tini bajnokság, az a 17-i héten fog kezdődni, és onnan folyamatosan szinte minden hétvégén van valami utánpótlás rendezvény az egyesületnek. Rendhagyó futballmeccset játszottak Gyulaházán, ahol a Paragrafus Kupa jogászválogatott a görög-katolikus PAF válogatottal mért összetudását. A mérkőzés 7-7-es döntetlennel zárult. A háttérben lévő futballpálya minden bizonnyal sokfajta futballmeccsnek adott már otthont, ilyennek még alig, ha hogyan merült fel az, hogy Gyulaház lesz a házigazda ennek a rendhagyó mérkőzésnek? Az igazság, hogy már korábban a főszervező Tassi Tamás úr kérdezte, hogy nem lenne kedvünk egy ilyennek a megrendezésére. Már akkor is szerettük volna. Igazából a feltételek most értek meg ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel azt mondjuk, hogy bevállaljuk ennek a rendezését, hiszen azért a rendezvény kapcsán szinte a megyei állami szervek mindegyike képviselteti magát, és azért nem akadtunk előtte, hogy égjünk. Én úgy gondolom, hogy most méltó környezetet tudunk egy ilyen rendezvényhez biztosítani. Már megy egy ideje a mérkőzés, mint szakember lehet azt mondani, mi szólsz a színvonalhoz? Meglep engem is, hogy itt eddig a papok nem nyertek még, és itt most egy kicsit megerősítve itt a igazgató úrral, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatójával, meg még egy-két emberkével, úgy látom, hogy mi is adtunk két futballistát, aki azért segíti a papi csapatot. Na de hát szerintem a vége azért egy X közeli eredmény fog kialakulni most is. De egyébként tényleg a nagy merekhez képest nem hiszem, hogy örökké edzésbe lévő, vagy állandóan edzésbe lévő emberkékről van szó, kimondottan jó bírják. A létesítményhelyzetre már, ami a sportot illeti, alig ha lehet panaszkodni Gyulaházán, ugye a sporttelep mellett uszoda, sportcsarnok, konditerem, nagyon sok minden van. Hiányzik még valami? Ó, hát persze, nagyon kellene, hogy ezt a szép pályát tudjuk kimélni, mindenképpen kellene még egy pálya, legalább egy jó minőségű edzőpálya. Sokáig kacérkodtunk a nagyműfüves gondolatával, volt, amikor közel voltunk hozzá, igazából a 30%-os önerő volt akkor az, ami
ami ennek gátat szabott. Én azt gondoltam, hogy soha nem volt mi hitele az önkormányzatnak, ilyen célra nem szabad leckírozni a gazdálkodásunkat, de egy kicsit mellé nyúltunk, mert a következő évben ezeket a hiteleket konszolidálták, úgyhogy jelen pillanatban úgy gondolom, hogy egy jó minőségű füves edzőpályánk lenne, az már rengeteget jelentene. Korábban volt egy álmod, egy futball kolit szeretném létrehozni olyan srácok számára, akik olyan környezetből jönnek, amely igazán nem nagyon teszi lehetővé számukra az, hogy máshogy sportoljanak, mint ilyen körülmények között. Erről lemondtál, vagy van még realitása? Többé-kevésbé működik, meg működött eddig is. Az a baj, hogy a feltételek centralizálásával, már most X, látod, a feltételek centralizálásával minden fog változni. Nem tudsz versenyképes lenni. Például most csak egy jellemző példa, Kisvárda a komplett U14-es csapatunkat elvitte. A komplett csapatunkat. Tehát igen, teljesen más környezet, más feltétel, MB2, nagyon nehéz versenyezni. Mi szívesen neveljük, de akkor már a szülő is azt mondja, hogy oda viszem, ahol a gyerek már a kezdetektől szem előtt van. Most is van több idegen gyerek a térségből, akik azért bíznak bennünk, hozzák ide, de nagyon nehéz versenyezni. Csináljuk, erőlködünk, de ide inkább ez úgy tűnik, hogy erőlködés marad. Miniszter, milyen üzenete van egy ilyen rendhagyó futballmesek, amilyen az egyházak képviselés, a közigazgatásban dolgozó szervek munkatársai léptek pályára egymás ellen már 5. alkalommal? Egy szóval kéne válaszolnak, azt mondom, hogy az együttműködés vagy összefogás, ebben minden benne van. Valamikor évekkel ezelőtt, évtizedek ezelőtt ez teljesen elképzelhetetlen dolog lett volna, hogy mondjuk egy BV-s vagy egy bíró egyházi papsággal vagy egyházi szervezetek képviselővel nemhogy focizzon, hanem még egyáltalán egy társaságban is legyen, és lám, eljutottunk ide. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon példaértékű, nem csak együttműködés, hanem összefogás, mint ahogy most hallottuk is, hogy valaki gólt lőtt, egymásnak tapsolnak. Én azt gondolom, ez az 5. csak így tovább legyen még nagyon sok évet ilyen. Gyuláháza egy kis település, ugye sportos települését, hogy így szétnézünk, azt láthatjuk, hogy egy nagyon kis formás sporttelep ad otthont ennek a rendezvénynek, amit a polgármesterről mondta is, megvárták, míg ilyen körülményeket tudnak biztosítani. A következő években hány hasonló lehet még a megyében? Szeretnénk a megyébe is nagyon sokat, beszélünk egy kicsit Gyulaházáról, itt is van még mit csinálni, úszodakorszerűsítés, esetleg energiahatékonysági fejlesztés itt a gyulaházi úszodába, de én szeretném azt, hogy minden járásban legalább 2 ilyen komplex sportegység jöjjön létre, hiszen itt nem csak sportpálya van, hanem van egy úszoda is, itt nem csak úszoda van, hanem a strandröplabda is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis minta, és ami nagyon fontos, hogy nem csak maga ezek a sportlétesítmények vannak, hanem van hozzá megfelelő szintű szállás is. Tehát mindig azt mondjuk ilyenkor, hogy hívjuk, várjuk az éppen edzőtáborozni váró csapatokat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva már októberben. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!